A következő kísérletben két gázhalmazállapotú anyag közötti reakciót fogjuk megvizsgálni, sósav és ammóniumhidroxid segítségével. Ehhez nekünk szükséges ugye egy ammóniumhidroxid vizes oldata, nagyon-nagyon kis mennyiségben, és tudjuk, hogy az ammóniumhidroxid ez egy bomlékony anyag, állás hatására bomlik ammóniára és vízre. És ezért az ammóniától rendkívül kellemetlen szagot érzünk. A másikba pedig hidrogénkloridot öntünk, és pontosabban a hidrogénklorid vizes oldatát, amit sósavnak hívunk. Nagyon keveset ebből is. És a következőben ezt a két gázhalmazállapotú anyagot érintkeztetjük egymással. És láthatjuk, hogy fehér szilárd halmazállapotú füst keletkezett kémiai átalakulással.